Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szlávik János, virológus, a Délpesti Centrum Kórház vezető főorvosa. Csupa rossz hírem van. De mindenek előtt van egy jó hírem is. Nézzük, itt van a bejátszás mögöttünk, nem tudom, hogy fölismeri ezt, majd amikor elkezd mozogni, hogy ki is ez. A Tel Avivi Egyetem professzorai egy olyan HIV és egyéb fertőzésekre való injekciót találtak ki, ami az első beadás után kezdi helyreállítani a dolgokat. Főleg itt azok a terhes anyákról van szó, akik utódaikat úgy szülik meg, hogy már hívek, és egy injekcióval beavatkozás, hát ebből ugyan sok nem derül ki a grafikából, de a rákutatás és egyéb betegség területén is nagy jövőt jósolnak nekik. A próbák már elindultak, a kísérletek. Elképzelhető, hogy ezen a téren még valami újat lehet kitalálni? Jó reggelt kívánok! Hát természetesen. Természetesen. Ugye köztudott, hogy a Karikó Katalin által kifejlesztett eljárás nem csak a koronavírus ellen, hanem sok más vírus ellen is lehet használni. És nem régiben kezdődtek el Afrikában oltóanyag kísérletek a HIV megfékezésére. És úgy tűnik, hogy az a módszer, ami a koronavírust meg tudja gátolni, az a HIV vírus szaporodását is meg tudja gátolni. Tehát nem meglepő, hogy Izraelben is folynak ilyen kutatások, és célba értek, ami azért meglepő, mert 35 éve van a világon HIV, és a koronavírus kellett ahhoz, hogy sikeres oltóanyag kísérleteket tudjunk a HIV-vel létrehozni, ami eddig teljes zsákutca volt, és igazából az emberiség, hogy mondjam, szégyene volt, hogy nem tudott egy vírus ellen hatékonyan harcolni, de hát most úgy tűnik, hogy nem csak a HIV ellen, hanem sok más vírus ellen lesz oltásunk, és örülök, hogy Izraelben is. Lehet, hogy pont ez a koronavírus indította el a kutatásokat azért, hogy végre célba érjünk. Avagy csak a koronavírussal, és ezt már is mondom azután, hogy a kötelező köröket megteszem. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Pirkadat, és mint mondottam, mai vendégünk dr. Szlávik János, virológus, a Pesti, Délpesti Centrum Kórházból. Én Brajer Péter vagyok, és ez a reggeli politikai magazin műsorunk. Az örökkévaló jóvoltából 5782, Sziván havának 17. napján vagyunk. Míg a polgári időszámítás szerint 2022. június 16-a és csütörtök van. Ma a Justinok ünnepelnek. És akkor most jön a fekete leves, főleg a székkorúaknak és a piciknek. A várható időjárás ma 13 és 31 Celsius fok között várható. Ez annyit jelent, hogy naponta többször megemelik a poharukat, és odafigyelnek folyadékháztartásukra, de azért a rendkedvéért megemlítem, hogy semmit, ami A betűvel kezdődik, azaz alkoholt ne fogyasszanak. Különben száguldó mentőautó sem biztos, hogy fog tudni egy kiszáradás után segíteni önökön, vagy ez egy hosszú tegetória lesz. Túlélték a napot, következő lépés a Magyar Nemzeti Bank valuta középárfolyamának az ismertetése. Az euró, mint ígértem tegnap, már is visszaesett 3,97-39-re. Az amerikai dollár 380-41, az angol font keményen tartja magát 462-79. Németországban újabb megbetegedések vannak, és ma reggeltől zárt területeken újból kötelező a maszk viselete. Mi történik? Nincs olyan sok esetük, de óvatosak. Tehát látva Portugália példáját, ahol elég komoly hullám indult el, és néhány más európai országot, a németek mindig is óvatosabbak voltak, tehát kicsit hamarabb lépnek, mint kellene. Hát az történik, hogy ez a bizonyos BA5 variáns, ami Dél-Afrikában most már domináns alfaj, elkezdte európai karrierjét, és úgy tűnik, hogy eljut minden európai országba, Magyarországra is el fog jutni. Kérdés, hogy mikor? Ugye sokan mondják, hogy majd augusztus-szeptemberben, vagy talán később, de nem fogunk megúszni. Azt mondta, hogy nyáron nem jönnek.
Ezt sokan mondják, hogy nyáron csökken a vírusok betegségeknek a száma, de hát ott van Portugália, ahol emelkedik, és ott van a Egyesült Arab Emirátusok, és sok-sok más ország, ahol nem igaz, hogy nyáron nincs több eset, úgyhogy nem fogjuk megúszni. Én is úgy gondolom egyébként, hogy inkább ősszel, de a BA5 ide is el fog jutni. A BA5-ről annyit kell tudni, hogy megkerülje az immunrendszert, és hiába van valaki beoltva, elkaphatja. És hiába esett át valaki a betegségen, a BA5-öt újra elkaphatja. Jó hír az, hogy enyhébb a megbetegedés. Jó, ez abszolút nem nyugtatott engem meg, hisz az Amerikai Egyesült Államokban most a negyedik és az ötödik oltást elkezdték adni, hasonlóképpen Izraelben. Igen, hiszen... És ez a két hely ilyen kísérleti labornak. Így van, hát ugye azt tudjuk, hogy három kell. Tehát Magyarországon nagyon kevesen vannak három oltással beoltva, de azt már tudjuk. Még mindig. De azt tudnunk kell, hogy a három oltás az, ami a harmadik oltás beadása után olyan 4-6 hónapig azért elég jó biztonsággal megvéd minket bármilyen variáns, súlyos szövődményeivel szemben. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy akinek nincs három oltása, az vegye fel a harmadikat. Vagy, ha úgy gondolja, hogy a hullám az valamikor ősszel fog megindulni, ilyen augusztus, július vége, augusztus környékén vegye fel a harmadikat, és akkor tudja magát megvédeni. Elképzelhető, hogy akkor az oltópontok újra nyitnak? Elképzelhető. A negyedik az már egy kicsit ugye bonyolultabb dolog. Tudom, hogy Izrael példájából kiindulva elkezdték több országban a negyedik oltásokat beadni. Ez még egy kicsit bizonytalan, illetve megjelentek az új oltások, az új generációs oltások. Ebben meséljen nekem. Ez azt jelenti, hogy a delta, és tehát az újabb variánsokat tartalmazó oltások előjöttek, és ezeket most már be lehet adni. Úgy néz ki, hogy ezek nagyon nagy biztonsággal védenek minket a leendő variánsok ellen is. De mégis... Ezek kísérletiek, vagy már... Nem, most már törzskönyvezték őket, de mégis... A világ egy kicsit bizonytalan. Tehát, hogyha az eredeti oltások megfelelőek, akkor nem tudjuk, hogy egy ilyen újfajta oltással elérünk-e előnyt. Tehát ezek az eredmények nincsenek még meg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy minden ország meg fogja venni. Például az Egyesült Államok nem rendelt még ezekből az új generációs oltásokból. Minden esetre én már is feliratkozom, hogy túléljük ezt. Van itt egy újabb betegség, ami eredetileg a majmoktól indul, valamiért mindenki próbálja tompítani az eredményeket, de a nem hivatalos eredmények arról számolnak be, hogy elég szép számmal van már Magyarországon is beteg. Hát azért ez az úgynevezett majomhimlő, aminek a neve se jó, mert nem a majomtól számol. Már a neve se jó, mert nem majmokból, hanem ilyen rágcsálókból terjed át majomra vagy emberre, és nagyon ritkán emberről emberre. Ez azért nem egy olyan veszélyes dolog. Valaki azt mondta, hogy ha nem lett volna Covid, akkor a majomhimlőt észre se vennénk. És teljesen igaza van, hiszen volt már majomhimlő járvány Európában, és csak úgy nem beszélt róla. De használták a fekete himlőre készült szérumot, és az segített. Hát az segített, vagy segít valamit, de én úgy érzem, hogy ez egy picikét ilyen viharabiliben, tehát egy majomhimlő, ami Európában egyáltalán nem okozott halálesetet, ez egyszerű bőrbetegségről van szó. Láttunk már embereket, az nem túl szimpatikus. Hát nem szép látvány, azt elismerem, hogy nem szép látvány. Tehát az ember legalább 3 hétre ki kell, hogy vonja magát a forgalomból. Hát a bárányhimlő is ilyen, és a bárányhimlőnek sokkal súlyosabb szövődményei vannak, mint a majomhimlőnek. Tehát egy picit az emberiség most azért meg van ijedve mindenféle új dologtól, de ettől azért nem kellene ez a három magyarországi eset sem annyira súlyos közegészségügyi probléma, hogy emiatt aggódjunk. Tehát. Akkor idézem, ön most jött 3 napos pihenés után vissza, akkor idézem önnek a Párizsi Rádió ma reggeli adását, ami arra hívja föl a hallgatók figyelmét, ugyanez a hír megjelenik Jeruzsálemben, és általában a Közel-Keleten, Marokkó, Izrael, Egyesült Arab és így tovább, és Egyiptomban. Ugye emlékszik még a helynemedére? A szabincsepeket elkezdték adni, aztán valamiért úgy döntöttek, hogy ennek vége. Most viszont arra kérnek minden szülőt, akinek a gyermeke nem kapott szabincsepeket, és a gyerek most 6 és 14 év között van, hogy vigye és azonnal kapja meg a gyerek.
Hát megint csak egy túlzott óvatosság. Tehát a Hejne Medin jelenleg Pakisztánban, Afganisztánban és Nigériában található meg, és semmi nem utal arra, hogy onnan kiszabadulna. Az, a dolog fordítottja viszont, hogy nem kéne már ott legyen. Jeruzsálemben és Párizsban már megbetegedéseket regisztráltak. A Hejne Medinnél meg kell különböztetni a vadtörzseket és a védőoltás okozta törzseket, és ez egy óriási különbség. Tehát, cseppeknél is igen. Vannak oltástörzsek? Persze. Tehát itt hatalmas különbség van. A védőoltásokkal létrehozott megbetegedések és ugye az eredeti Hejne Medin törzsek között. Én bízom benne, hogy az emberiség ezt meg fogja oldani. Ugye óriási lépést tettünk, hogy megoldjuk. Háború hát ide, háború oda. Számít? Abszolút. Háború ide, háború oda. Igazából az a baj, hogy ezekben az arab országokban nem engedik a törzsek, a szokások, hogy minden gyerek megkapja, és egyelőre ezért nem tudjuk véget felszállni. Ukrajna nem egy arab ország, és mégis az átoltottságuk messze fényévekkel le van maradva az európai szokástól. Most már nem annyira. Egy olyan 10 éve volt ez igaz. Tehát 10 éve Ukrajnában mind a kanyaró, Hejne Medin, mindenféle más oltással le voltak maradva. Az utóbbi években óriási lépést tettek előre, és most már nagyon jól állnak, vagy fogalmazom, hogy álltak a háború előtt. Most egy kicsikét megint visszaesik a dolog. Félnek, hogy Ukrajnában bizonyos betegségek felütik a fejüket, ilyen például a kolera, amiről ugye arról volt szó, hogy kolera egy ugye úgymond fejlett országban nem fordulhat elő, és nem lehet járvány, de úgy néz ki, hogy sajnos egyes városokban elképzelhető, hogy kolera járvány lesz, ami egy óriási szégyen lesz az emberiségre. Minek utána mi elég közel vagyunk, milyen intézkedéseket kell hozni? Ugye a háború jó néhány hónapja alatt figyeltük, hogy milyen megbetegedéseket lehet áthurcolni Ukrajnából, és semmi jele annak, hogy az ott gyakran előforduló betegségek, TBC, ugye tüdővész, a HIV, vagy más hasonló kórképek átjöttek volna a határon, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez nem jelentett problémát. Ami most zajlik, az fog jelenteni. Tehát egy kolera járvány kitolának nagyon súlyos következményei lehet. Hogy lehet ilyen kolera járványt lokalizálni és megakadályozni? Ugye a kolerának egyértelmű a tiszta ivóvíz az, ami meg tudja akadályozni, hogy kitörjön, vagy tovább terjedjen, amit most ugye nagyon nehéz ott megoldani. Tehát sajnos szinte megakadályozhatatlan, hogyha úgy alakul a helyzet, hogy kolera járvány legyen. Doktor úr, szerettem volna a párizsi élményeiről hallani, és arról, hogy mikor fogják a délpesti kórházat újból még jobban felújítani, de ha jól értem, akkor a beruházások a gazdasági válság tekintetére most későbbre maradnak. Jó néhány felújítás zajlik a kórházban, ugye ez a korona járvány óta. Ez nagyon sok kórházban így van, hogy bármilyen súlyosak is a járvány következménye, bármilyen borzasztó az, hogy nekünk ezzel kell foglalkozni, hozott magában pozitívumokat, és az, hogy jó néhány osztályt felújítanak, köztük az enyémet is. Jó munkát kívánok erre a nyára is, és természetesen minden héten visszavárjuk, és köszönöm. Bízom benne, hogy jó hírei is lesznek. Kedves nézőim, ez a beszélgetésem azért jött létre, hogy önök aggódjanak, hanem megelőző célba. Vannak alapvető higiéniai szabályok, arra kérem önöket, hogy ezt tartsák be, és higgyék el, jó az, hogyha még van egy maszk a zsebükbe, és hogyha nagy tömeg van, akkor tessék föltenni. Köszönöm, hogy velünk voltak, előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk!